A várandós nők mintegy tizede dohányzik egy néhány évvel ezelőtti nyíregyházi felmérés szerint. Az érintettek leszokásában nyújt segítséget az a mintaprogram, amely a Szabolcsi megyeszékhelyen zajlik, de ha eredményes lesz, akár országos szintűvé is kiterjeszthetik. Jó estét kívánok! Erről is szó lesz a mai 35 percben, és hogy még miről, mutatjuk. Diákok oltása. A tanévkezdéshez igazítva oltották a fiatalokat. Felnőtt képzés különösen fontos a hátrányos helyzetű térségekben. Kitüntetés nyíregyházi szakembernek az egészségügyi ellátás érdekében tett munka elismeréseként. Múlt hét csütörtöki adatok szerint egy hét alatt 8% ponttal nőtt az oltottak aránya a 18 év alattiak körében, mostanra pedig már mintegy 300 ezer tanuló kapta meg a koronavírus elleni vakcinát Magyarországon. A kiugró adat oka az augusztus utolsó és szeptember első napjaiban tartott iskolai oltókampány. Több mint 2000 helyszínen szerveztek iskolai oltást, és ott közel 47 ezer diák jelent meg. Stúdiunk vendége dr. Kántor Irén, gyermekorvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért fontos, talán már fölösleges is feltenni a kérdést, hogy a fiatalok minél nagyobb arányban oltást kapjanak? Hát a fiataloknak önmagukért is érdemes oltatni magukat, hiszen a koronavírus az komoly tüdőbetegséget és post-covid betegségeket tud okozni. A másik nagyon fontos dolog, amiért oltatniuk érdemes magukat, az az, hogy ők viszik tovább szinte tünetmentesen is a náluk lezajló betegséget arra a korosztályra, amelyek sokkal fogékonyabbak, vagy a maga a betegség sokkal súlyosabban, akár halálosan zajlik. Úgyhogy egy olyan kisgyerek, akinél viszonylag tünetmentesen zajlik le egy ilyen koronavírus fertőzés, de hazaviszi nagymamának, akkor nagymama akár abba bele is halhat. Mekkora az oltási hajlandóság a fiatalok körében, és mennyire befolyásolják a szülők, illetve maga a gyerek, különösen középiskolások azért már eléggé határozottan tudnak dönteni dolgokról? Hát az oltási hajlandóság az a gyerekek körében is körülbelül ugyanolyan, mint a felnőttek körében, hiszen a gyerekeknél is a szülő dönt az oltásról. Találkoztam olyannal, ahol a gyermek szerette volna, de hát a szülő az másként gondolta az oltást. A fiatal felnőttek között, a középiskolások között talán egy kicsit nagyobb, hiszen elég sok olyan szórakozási lehetőség, aminek ők a résztvevői, azok a védettségi igazolványhoz vannak kötve, és talán ez is egy motiváló tényező az, hogy ők jobban átoltottak. Hogyan alakulnak ezek az oltási kampányok, hiszen ezek nagyban befolyásolják az átoltottságot? Én azt gondolom, hogy a médiában is elég jó háttérrel jelenik ez meg. Nagyon pozitív megerősítést kapnak a betegek, hogy ezt érdemes, ezt könnyű csinálni, és mivel egy bizonyos regisztrációhoz van kötve ez az oltás, ez a korosztály, ez már sokkal könnyebben lépi meg ezt a regisztrációt, ami feltétele annak, hogy az oltást megkaphassák a gyerekek. A felnőttek körében nagyon nagy dilemmát okozott az, hogy melyik oltást válasszák, vagy lehet-e egyáltalán választani. A fiatalok körében nincs ilyen probléma. Igen, igen, ez egyértelmű, hiszen csak a Pfizer adta, Pfizer cégnek az oltása, a Comirnaty az, ami a gyerekek életkorában adható. Mennyire veszik könnyen az oltást? Jellemző-e, hogy kellemetlen tünetek lépnek fel a fiataloknál, vagy ugyanúgy alakul, mint a felnőtteknél? Az akut szövődmények azok körülbelül ugyanolyanok, mint a bármelyik más oltásnál. Azért ez a korosztály ebben az életkorban, 6.-7. osztályban más oltásokat is kapnak, amelyek iskolai kötelező védőoltások. Ezeknek is van egy viszonylag kellemetlen mellékhatása, hát azért csak tűvel adjuk be, szúrás, a helye fog fájni, esetleg duzzadt lesz, esetleg piros, lehet egy kis láz. Ezek a szokásos oltást követő helyi reakciók. A fiatal felnőttek, fiatal férfi felnőttek körében azonban leírtak szívgyulladást is, mint hosszú távú, illetve az is akut szövődmény, de viszonylag ezek jól gyógyulnak. Elég kevés az esetszám, de ezt be kell tudni, hogy van egy ilyen mellékhatás is. Beindult a jelenléti oktatás az iskolákban.
Így akkor most lesznek olyan gyerekek, akik oltottak, lesznek, akik nem oltottak. Orvosként mi az ajánlás, hogyan érdemes védekezni a fertőzés ellen? Hát a koronavírus is felső légúti megbetegedést okoz elsősorban, és ugyanúgy, mint az összes felső légúti megbetegedés, a szokásos, higiéniás szabályokat be kell tartani. Azt, hogy nem a kezünkbe, hanem a zsebkendőbe vagy könyökhajlatba tüsszentsünk, amennyire lehet a másfél méteres távolságot olyan közösségben megtartani, amíg nem ismerős. Nem kellene azokat a gyerekeket, akiknek légúti tüneteik vannak, azokat az iskolába engedni. Egy kicsit nehezen fogadják el a szülők, hogy most azért mégiscsak zajlik egy pandémia, és hogy most a tüneteknek a meglétét szigorúbban vesszük, és az előírás, hogy gyakorlatilag 10 napig otthon kell maradni a tünetek kezdetétől egy gyereknek, egy kicsit már el vannak fáradva a szülők, a múlt évben az otthon létben a gyerekeknek, szeretnék, hogyha mennének a gyerekek közösségbe, de ezt akkor tudjuk tényleg kivitelezni, hogyha azok a gyerekek, akik tényleg tünetesek, bármilyen tünetük van, azok otthon maradnak és betartják ezt a 7-10 napos szabályt, hiszen akkor az összes többi osztálytársa sokkal könnyebben kiesik. Nem kötelező ugyan maszkot hordani, de például Ázsiában azért elég sokat látta az ember filmeken vagy személyesen, hogyha valakinek felső légúti megbetegedése van, teljesen mindegy, hogy az nátha, vagy valamilyen influenza, vagy koronavírus, esetleg akkor hordják a maszkot. Akkor is, hogyha ez úgymond nincsen előírva. Nagyon nehéz most megkülönböztetni a tünetek alapján, hogy ez most egy a szokásos, banális, őszi, felső légúti megbetegedés, vagy koronavírus, mert a tünetek azok gyakorlatilag majdnem ugyanazok. Nehéz ezt eldönteni, úgyhogy mindenkit egy kicsit úgy kezelünk inkább, mintha koronavírusos lenne, vagy legalábbis nem úgy kezelünk, hanem úgy vesszük a szituációt, és igyekszünk a fertőző gyerekeket kiemelni a közösségükből. Annál is inkább, mert hogyha egy banális megfázással az immunrendszer legyengül, akkor gondolom én, hogy a koronavírus is könnyebben tud támadni. Hát ezt így közvetlenül, így direktben nem tudom megerősíteni, de minden esetre, ha egy egészséges szervezetet támad meg a koronavírus, biztos, hogy sokkal könnyebben átvészeli. Kapnak-e segítséget a pedagógusok abban, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez az egész helyzethez? Hallani egészen extrém eseteket, hogy milyen mondatok hangzanak el ezzel kapcsolatosan az iskolákban? Hát a kliknek van egy szabályzata, hogy hogyan kell a higiéniás szabályokat tartani az iskolákban, úgyhogy ezek nem változtak továbbra sem. Azon túl, hogy most már a lakosságnak a nagy része átoltott, az nem jelenti azt, hogy még teljesen nyugodtan hátradőlhetünk, és nem kell félnünk a koronavírustól. Ezeket a szabályokat továbbra is be kell tartani, ugyanúgy, ahogy a gyerekekkel ezt be kell tartatni az iskolában. Ha lehet, minél többet legyenek kint, gyakran van a szellőztetés, amíg lehetséges még szellőztetni az iskolában, úgyhogy ezeket a higiéniás szabályokat továbbra is be kell tartani. Az iskolák részt vesznek aktívan az oltások szervezésében, vagy ezt egyénileg internetes regisztrációs vagy regisztrációt követően oltópontokon lehet végezni? Az iskolai kampányoltás az első iskolai hétre volt időzítve. Ettől függetlenül folyamatosan megy az, hogy ha egy gyereket szeretnének beoltatni, akkor azt az oltóponton lehet beoltatni. Ezt gyakorlatilag oda kell beregisztrálni, és oda kell elvinni a gyermeket. Csak az első hétre vonatkozott az iskolai kampányoltást. Nálunk Nyíregyházán az iskolák valóban nagy segítséget adtak a gyerekeknek a megszervezésében, a helyszín biztosításában, az adminisztratív személyzetben, úgyhogy tényleg az alapellátástól, az iskoláktól nagyon sok segítséget kaptunk. Én személyes tapasztalatom az volt, hogy promptul ment az oltás, nagyon gördülékenyen, a szülők is jól vették ezeket az adminisztratív akadályokat, úgyhogy semmilyen gond nem volt, és a kollégáimtól sem hallottam negatív visszajelzést, hogy bármiféle akadályba ütköztek volna. 2 vagy 3 oltás? Gyerekeknek? Igen. Hát mivel mi csak most kezdtük el, ezért még úgy tudjuk, hogy 2 oltás, ez az alapoltás. Vannak országok, akik előttünk járnak, és majd az ő tapasztalatukból meg
tudjuk leszűrni azt is, hogy tényleg mennyi is kell. Minden esetre a harmadik oltás az 4 hónap múlva esedékes a magyar szabályok szerint, úgyhogy 4 hónap múlva meglátjuk, hogy 2 vagy 3 oltás. Lehet-e azt tudni, hogy esetleg mik a leggyakoribb ellenérvek a szülők részéről az oltással kapcsolatban? Van-e olyan, hogy saját magát beoltatja a szülő, de a gyerekkel kapcsolatosan fenntartások vannak? Úgy általában, aki a védőoltás ellenes, az biztos, hogy talál valamilyen okot arra, hogy miért nem. Hát nagyon sok oltás van. Én szerintem a média, illetve a közösségi Facebook, ez, ilyen mindenféle ilyen csoportok tele vannak ezekkel az ellenérvekkel, tehát ezeket nehéz szakmai szemmel bírálni, hiszen nem szakmai, vagy statisztikai, vagy irodalmi adatokra alapozott vélemények, ezek inkább ilyen légből kapott információkból, vagy olyan közösségi médiában terjedő információk, érzelmi indítatás. Nehéz meggyőzni azt, aki csípőből elutasítja ezt az oltást, de hiába, én azt gondolom, mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb dolog szerintem a példamutatás. Mindig próbálok azzal érvelni, hogy nálunk minden korosztály minden oltást felvett. Úgyhogy a nagymamák, a szülők, mi, a gyerekek, és ugye ameddig lehet a legkisebb gyerek is, mindenki fölvette. Hétfőn engedélyezték a gyerekeknek az oltást, nálunk már kedden megkapta a gyerek az oltást. Úgyhogy én azt megpróbálok a személyes példamutatással is érvelni, azon kívül, hogy próbálok néha szakmai érveket is felhozni. És hát az tény, hogy az összes eddigi betegséget, amit oltással próbáltak meg visszaszorítani, az egy igen magas átoltottsági aránynál történik meg. Igen, Magyarország az nagyon jó helyen van ebből a szempontból, világelsők vagyunk az átoltottságban, az összes többi fertőző betegség vonatkozásában. Hát a koronavírus az tényleg egy bizonyos korosztályban halálos betegség, akinél nem halálos, az pedig vívő hordozója lesz ennek a vírusnak olyan személyekre, akik ebbe esetleg belehalhatnak. Dr. Kántor Irén, köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk ma este. Köszönöm szépen a meghívást. A hátrányos helyzetű gyermekek 70%-ának alacsony iskolai végzettségű szülei vannak. Ezzel a beszédes statisztikai adattal illusztrálták a felnőtt képzés legfontosabb értelmét az országos képzési tanévnyitón Tiszavasváriban. Az eseményen beszédet mondók mindannyian azt hangsúlyozták, hogy a felnőtt képzés nem csak szaktudást, de munkát, önbecsülést és így jövőt is ad. A programban résztvevők idén csak nem 250 képzés közül választhatnak. A magával ragadó cigányzene adta meg a tanévnyitó hangulatát. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak rövid koncertet a rendezvény elején. Szőke Zoltán, tiszavasvári polgármestere felelevenítette, hogy a 90-es években segélyt és nem munkát adtak a nehéz helyzetben élő családoknak. A rendszerváltás után sajnos munkahelyek szűntek meg, ugye voltak nagyon rossz privatizációk, és a rendszerváltás előtti időszakban, akiknek volt munkalehetősége, esetleg képzetlenek voltak, vagy betanított munkásként dolgoztak, azoknak még ugye volt munkahelye, de hogy ezek a változások bekövetkeztek, ezek okán ugye ők munka nélkül maradtak, képzési lehetőségek nem nagyon álltak rendelkezésre, és sajnos egy esélytelen állapotba, egy esélytelen környezetbe kerültek az akkori emberek. A 90-es években ugye kialakult, sajnos mondhatjuk, vagy mondjuk ki őszintén, egy segélyalapú társadalom, és nem a képzésekre épített, hanem segélyeket, támogatásokat adott, munkahelyeket sajnos nem nagyon teremtett. Ebből okból kifolyólag ugye gyerekek, mondhatnánk, hogy egy korszak nőtt fel, úgyhogy nem látták a szülőket dolgozni menni, nem tudták azt, hogy mi az munkahely, reggel fölkelni, teljesíteni, tanulni, több lábon állni, több szakmát képesítést szerezni, és olyan módon megélhetéshez jutni, ami azt gondolom egy társadalomban rendkívül fontos, a munka alapján megélni és egy munka alapú társadalomban élni és dolgozni. Nem volt lehetőség akkor az újrakezdésre ezeknek az embereknek. Elég hosszú idő volt, de 2010 után jött egy kormányzati váltás,
és egy kormányzati szemléletváltás, ami a munka alapú társadalomra épít, a képzéseket helyezi előtérbe, munkahelyeket teremt, vállalkozásokat támogat, amik természetesen a gazdaságot erősítik és munkahelyeket teremtenek, és hát ami fontos, munka alapú családtámogatási rendszert alakít ki, és hát hangsúlyozzuk ki a legfontosabb, most sem könnyű minden esetben a helyzet, de van lehetőség felzárkózásra, van lehetőség képzésekhez jutni, és mindenkinek, nem csak a hátrányos helyzetűeknek, de akinek legnehezebb a sorsa, azoknak is képzésekhez jutni, és akár a munkavilágában elhelyezkedni. A tanévnyitón jelen volt Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is. Azt mondta, a segély szégyen, a munka pedig önbecsülést ad a dolgozóknak. Külön közösségben éltem gyerekkoromban, hogy segélyt kérni az szégyen volt. Tehát lehetetlen volt. Tehát a családomban elég szűkös körülmények között éltünk, de hogy segélyért menni a tanácsházára, az egy megbélyegzés volt. És sajnos, úgy, ahogy polgármesterről is mondta, generációkat kényszerített arra a körülmény, vagy a rossz kormányzati politika, hogy ilyen szégyenben kezdjék az életüket. És az egész életükre aztán nyomot hagyott a gyerekeikre, az unokáikra, és ez generációkon sajnos átörökítődött. Tehát ezt a szégyent is elvesszük az emberektől, megszabadítjuk őket ettől a szégyenérzettől, hogy a tanulásod és munkához segítjük őket. Tehát ez hozzátartozik az embernek az egzisztenciális lényegéhez, hogy ő saját maga, saját képességei, saját tudása, saját akaratereje révén tartsa el a családját. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a képzettség és a munka nem csak az egyént, de a közösséget, nagyobb távlatban pedig a nemzetet is erősíti. Amikor 2010-ben én parlamenti képviselő lettem, 3.800.000 ember dolgozott. Most 4.700.000. Ott vagyunk az 1 millió küszöbén, és ez nagyon kemény munkával volt elérhető, hogy egy munka alapú társadalom legyen. Visszatérve az oktatásra, én a képzettséget azért tartom nagyon fontosnak, képesség, képzettség, társadalmi felemelkedés, mert ez a kulturális felemelkedést, a viselkedés kultúrát is jelenti azoknál az embereknél, mert másképp látja a világot. Kitágul számára a világ, nem csak egy szűk látóköre lesz, vagy egy szűk metszetben látja ezt a világot, hanem tulajdonképpen elkezd az egyéni élete mellett, mert mondtam, hogy egyéni életében sikeres lehet, elkezd közösségben gondolkodni. Elkezd olyan családban, közösségben gondolkodni, települési közösségben, és hát hogyha nagyot akarok mondani, akkor egy nemzetben, egy ország közösségében. Az idei már a 3. év, amikor a belügyminisztérium megszervezi a képzési tanévnyitót. Langerné Viktor Katalina, szaktárca helyettes államtitkára, statisztikai adatokra hivatkozva azt mondta, az alacsony képzettségű szülők többségének hátrányos helyzetű gyermeke van. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek száma 2010 és 2020 között felére csökkent. Az azt jelenti, hogy 242.000 fő van most, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ez a jó hír része, mert ebben nagyon sok munkánk van. A rossz hír része az az, hogy ezek között a gyerekek között egyre magasabb arányban koncentrálódik azoknak a gyerekeknek az aránya, több mint 70%, ahol a szülő alacsony iskolázottsága miatt ez a gyerek hátrányos helyzetű is. Az alacsony iskolázottság. Ez egyértelmű a statisztikai mutató, tehát ezen nem lehet vitatkozni, a számok azok zord dolgok. Tehát mi szülők gondolkodjunk el azon, hogy megy ez a gyerek óvodába, iskolába úgy, hogy ő hátrányos helyzetű. De miért ezt viszi magával? Tehát miért engedjük, hogy azt vigye magával a gyerekünk, hogy ő hátrányos helyzetű? Nem biztos, hogy az osztálytársai tudják, de a tanára tudja, a jegyző tudja, az igazgató tudja, és tudnia is kell, mert segítenie kell rajta. De elsősorban ki segíthet ezen? A szülők. Elsősorban a szülők. Én azt kérem a szülőktől, az itt ülő édesanyáktól, nagyon sok asszonyt látok, és azt gondolom, hogy
mi ebben össze tudnánk fogni, hogy ne az legyen a cél, hogy más változtasson a mi gyerekeink hátrányos helyzetén, hanem az legyen a cél, hogy mi változtassunk rajta. Elsősorban, ahogy mondtam, a statisztika is, amit mutat, az alacsony iskolázottság miatt lesznek ők hátrányos helyzetűek. Ha a szülők úgy döntenek, hogy a gyerekeik sorsát meg akarják változtatni, akkor elsősorban arra van szükség, hogy tanuljanak. Olyan szakmát tanuljanak meg, amivel utána egészen biztos, hogy jól el tudnak helyezkedni. És akkor reggel, amikor elindul a gyerek iskolába, a hátára adják a hátizsákot, uzsonnát csomagolnak neki, és a hátizsákjában nagyon sok mindent betesznek, egy dolgot már biztos nem, azt, hogy hátrányos helyzetű. Ezt a szülő tudja leginkább megszüntetni. A Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága idén csak nem 250 képzést hirdetett meg, amely közül a jelentkezők kiválaszthatják a nekik megfelelőt. Az egyik legnagyobb miniszteri elismerésben részesült dr. Rákóczi Ildikó, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának munkatársa, az egészségügyi ellátás érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért kapta meg a Pro Sanitate díjat. A szakember több mint 20 éve vesz részt a védőnők képzésében, és köszöntöm a stúdióban dr. Rákóczi Ildikót, gratulálok ez a rangos elismeréshez. Jó estét kívánok! Mit lehet tudni magáról a díjról? Kik kapják, és hogyan lehet ezt megszerezni? Hát ugye az egészségügyi ellátásban nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységért adományozzák ezt a díjat. Én magam a Védőnői Szakmai Kollégium felterjesztésére, illetve ugye ők méltónak találtak erre a díjra, úgyhogy így kaptam meg ezt a szép, és azt gondolom, egy nagyon megható esemény keretében. És akkor tegyük is hozzá, hogy még ketten kaptak ilyen díjat. Igen, és nagyon örültem, és tényleg megtisztelő volt ez a díj, és még emelte a rangját, és emelte az érzést bennem is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből két szakember, két védőnő is megkapta. És akkor itt meg is említem a nevüket, hogy azt gondolom, hogy ez így nagyon, hiszen megérdemelték ők is ezt az elismerést. Vásárosnaménban volt járási vezető védőnő Porli Eke Katalin, és egy gyakorló védőnő, pedig Szegedinél Gálilonának hívják, úgyhogy nagyon együtt vettük át, hát ugye egy eseményen is ez olyan jó érzés is volt. Egy picit beszéljünk a szakmai múltjáról, hogyan indult ezen a pályán? Itt igen, ugye védőnői hivatást választottam, illetve nagyon sokszor átgondolom, illetve felmerül bennem, hogy miért választottam ezt. Aztán sokszor azt gondolom, hogy talán a Jóisten választott bennünket bizonyos hivatásra, lehet, hogy én is így voltam. 10 évig dolgoztam területi védőnőként. Ebben a 10 évben volt részem megismerni nem csak Nyíregyházán élő gondozottakat, hanem volt egy kis kitérővel, én Mátészalkán is dolgoztam. Tehát így joggal mondhatom azt, hogy a megyében azért több helyen így megfordultam. Majd 10 év után egy megkeresést kaptam, hogy az akkori Debreceni Egyetem keres oktatót, ugye hát ez már tényleg 24 éve volt. És hát így akkor átgondolva, persze nagyon nehéz szívvel hagytam ott a területi védőnői munkát, mert tényleg az egy szép tevékenység, de akkor úgy gondoltam, hogy talán itt is tudok hasznára lenni a társadalomnak, vagy egyáltalán az embereknek. Körülbelül hány kisgyermeknek a nevelkedését segítette akkor, amikor gyakorló védőnő volt, és azóta nagyjából hány védőnő került ki a keze alól? Hát igen, így számszakilag nem tudom megmondani, de vannak olyan nagyon kedves események, amikor akár egy rendezvényen, így volt a múltkor egy
személyes élményt akkor hadd mondjak el. Futóverseny volt a Nyíregyháza városban, és előző este volt egy esemény, egy ilyen motivációs est. És előadók körében egy felnőtt jogász hölgy is volt, és az édesanyja mondta, hogy hát, hogy te voltál a védőnője itt Nyíregyházán, és ez annyira olyan aranyos volt, jó és hogy ilyen felnőtt van. Nő. Úgyhogy így. Az elmúlt évtizedek alatt hogyan változott a védőnői munka, a védőnői hivatás? Hát igen, ugye a védőnői munka ugye alapértéke, alapkoncepciója ugye a családok egészségének a megóvása, a családok segítése. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 106 év alatt ez végül is az alapérték nem változott, csak ugye kibővült, mindig a adott viszonyoknak megfelelően változik, illetve kompetenciákkal bővülnek, de az igazi érték, hogy a családokat, az újszülötteket, a várandósokat, a gyermekeket segítse, ez megmaradt. Mik azok a sarokpontok, ahol úgy látja, hogy érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, és akkor egy kicsit térjünk rá arra a programra, amit most hirdettek meg. Igen, tehát én a programról is fogok egy-két gondolatot elmondani, de én, mint szakember, aki voltam is területi védőnő, illetve mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy a jövő védőnőjének képzésében veszek részt, én ahol csak lehet, mindig azt mondom, hogy nagyon fontos a család és nővédelem, tehát a nővédelem, még mindig a várandós gondozás, illetve még a várandóságra való felkészítésnek a fontosságát szerintem még inkább kellene hangsúlyoznunk, és ha pedig már megfogant ugye az új élet, akkor pedig a várandóságnak a fontosságát igenis tartsuk szem előtt. Hogyan tudják ezt megvalósítani, hiszen a védőnő akkor lép be a családba, amikor már ott van készülőben, pocakban egy baba. Tehát a várandóságra való felkészülés az ezt megelőzi. Vagy itt már a következő gyerekekről beszélünk? Igen, nagyon jól érzékeli ezt a dolgot. A védőnői tevékenységben benne van a munkájának része kell, hogy legyen a családtervezési ismeretek átadása a területi védőnői munkában is, illetve az iskolaegészségügyi ellátásban, hisz az iskolaegészségügyben ott dolgozik az iskolavédőnő és az iskolaorvos. És jól érzékelhető valóban, hogy nem jut eszünkben szerintem, hogy az átlag lakosnak, hogy fölkeressem a területi védőnőt, ha én családtervezéssel, gondolatával már foglalkozom. Pedig ő képes erre, és végzettsége is megvan arra, hogy ő segítse a családtervezés előtt álló fél. És lehetősége van bárkinek, aki friss házas és családalapítás előtt áll, hogy felkeressen egy védőnőt? A lehetősége megvan rá, de valóban ez valahogy nem nyert létjogosultságot. Tehát nem terjedt el a köztudatban. Nem terjedt el a köztudatban. Milyen jó, hogy pedig, most erről éppen pedig beszélünk. Ez nagyon fontos lenne, és én azt gondolom, hogy ezért a közeljövőben erre valószínű, hogy lesz lehetőség, mert ez nagyon fontos. Ja. Már a fogantatás előtt foglalkozzunk a leendő édesanyával, a leendő édesapával. Például a dohányzásról való leszokásban. Egy nagyon fontos terület valóban. Hogy a várandóság alatt ugye sajnos még mindig elég sok várandós édesanya dohányzik. Készült is erről felmérés, úgy tudom. Igen, most két felmérést is tudok említeni. Egy korábban, 8 évvel ezelőtt egy országos felmérés alapján, amilyen 16 ezer mintát dolgoztunk fel, abban az eredményünk a következő volt, hogy a megkérdezett várandósoknak a több mint 26%-a dohányzott napi rendszerességgel. Ezt követően most végeztünk egy nagyon rövid felmérést Nyíregyháza városban 2019 és 20 között. Itt azt tapasztaltuk, hogy közel 10%-a dohányzik a várandósoknak. Ennek most örülünk, hogy ez csökkent, de ez még mindig sok. Igen, valóban így van, hogy örülnünk kell, hogy az előbb említett nagy szám, mert az egy hatalmas számadat, 10%-ra csökkent, de mi még itt a városban nem vagyunk e felől nyugodtak, tehát nem tudunk megnyugodni, és ezért azt gondoltuk, hogy nem elég, ha
felmérjük, hogy most hányan dohányoznak, az csak egy adat, hanem valamit tennünk is kell. Ugye ezt nevezzük intervenciónak, hogy avatkozzunk be. Hogyan terveznek beavatkozni? Erre most egy programot terveznek. Igen, tehát folyamatban is van ez a programnak is nevezhetem, illetve kutatásnak, hogy ugye tudni kell, hogy jelen állás szerint hazánkban önbevallás alapján történik a dohányzás felmérése. Így van ez a várandósok esetében is. És mi most ezt a kérdést kiegészítjük egy biokémiai vizsgálattal. Ez azt jelenti, hogy a várandós nyilvántartásba vételkor a védőnő a rutin vizeletvizsgálat mellett, ami egyébként le van írva rendeletben a protokoll, kimondja, hogy mit kell elvégezni, mi egy kotinin vizsgálatot is végzünk. Hisz a dohányzáskor a nikotinbomlás terméke, kotinin, ugye ha aktív dohányos is a várandós, vagy ha passzív dohányzás elszenvedője, ugye megjelenik a vizeletben is, és mi ezt egy teszt segítségével megnézzük, hogy valóban milyen a helyzete, de ugye ezt a várandós beleegyezésével történik. Hogyan segítik a leszokást? Ugye miután a várandósnak, miután meg is kérdeztük, de persze ez tapintatosan, tehát egyáltalán nem megszégyenítően, hanem tehát rákérdez a védőnő, hogy dohányzik-e, illetve ha engedélyezi, akkor elvégezzük ezt a tesztet. Majd ezt követően a védőnő elvégzi a rövid intervenciót, tehát egy 3 perces kikérdezés, illetve tanácsadás, majd pedig amennyiben dohányzik, akkor tanácsolja számára, hogy vegye igénybe szakember segítségét. Ez a lehetőség pedig a egészségügyi alapellátási igazgatóság épületében egy tanácsadó helyiség, ahol szakember várja a dohányzó várandóst. Itt azt kell elképzelni, hogy amennyiben ő motivált ugye a leszokásra, ugye ez az kell, hogy ő is motivált legyen, akkor egy viselkedésváltozás, egy magatartásváltoztatást szeretnénk elérni nála, hogy tegye, legalábbis csökkentse, vagy tegye le a cigarettát. Ez egy 6 alkalmas program. Annál nagyobb motivációt, hogy a gyermek egészségét próbálja megóvni, elég nehéz elképzelni. Igen, majdnem, hogy szakemberként fogalmazta meg, mert van egy szakmai irányelv, amely így mondja, hogy a várandós leszokás támogatásában legnagyobb motivációerő a gyermek egészségére való hivatkozás. Tehát tényleg így fogalmaz egy szakmai irányelv is. Szívesen beszámolunk majd ennek a programnak az eredményeiről. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt ma este, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, 35 perc című műsorunkat látták, nézzenek bennünket hétfőn és ugyanebben az időpontban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!